Intermodális csomópont. Jelentős közlekedésfejlesztési beruházások kezdődnek és folytatódnak Nyíregyházán. Új képzési forma. A megyeszékhelyen is elindul a Matthias Corvinus Kollégium tehetséggondozó programja. Komfortosabban közlekedhetnek, földút helyett aszfaltozott úton juthatnak el Nyírgyulajba a nyírderzsiek. Intermodális csomópont építése, a 4-es számú főút Debrecen-Nyíregyháza közti szakaszának felújítása, földutak aszfaltozása, nagyforgalmú utak rekonstrukciója, jelentős közlekedésfejlesztési beruházások kezdődnek és folytatódnak Nyíregyházán. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A komplex beruházások nem csak a megyeszékhely, hanem a nemzetgazdaság szempontjából is kiemelt jelentőségűek. Ezek a nyíregyházi intermodális csomópont látványtervei. A fejlesztéssel valamennyi közlekedési szolgáltatást összekapcsolnak. Megújul és teljesen akadálymentessé teszik a vasútállomás épületét. A posta és a kormányablak új helyet kap, a peronokat és az aluljárót is átalakítják. Az új buszpályaudvart közvetlenül az állomás mellé építik. Aluljárók, mélygarázs, parkolók, kerékpárutak és mintegy 3000 négyzetméteres zöld terület is része a beruházásnak. Az erről tartott tájékoztatón elmondták, a közbeszerzési eljárás napokon belül elindulhat. Az intermodális csomópont kialakításán kívül számos útszakasz felújítása vagy tervezése kezdődik a közeljövőben. Mindegyik fontos, vannak különböző kategóriák, vannak az egész várost érintő stratégiai jellegű közötti infrastruktúra beruházások, elindult a nagykörút bezárása, ilyen nem sokára indul a vasútállomás, buszállomás, magába forró úgynevezett intermodális csomópontépítés, ahol például lesz egy 200 fős parkoló, ahonnan a föld alatt, ahonnan a vonathoz lehet menni, onnan lehet jönni, új busz pályaudvar, tehát nagyon sok mindent tartalmaz. Ehhez tartozik még a Tokaji úti aluljáró tervezése, ami szintén halad. A 4-es számú főút Debrecen-Nyíregyháza közti szakasza hosszú évek óta okoz bosszúságot az autósoknak. A Debrecen keleti elkerülőtől a 4-es főút M3-as csomópontjáig tartó közel 31 kilométeres szakasz tervezése hamarosan kezdődik. A 2x2 sávosítás mellett 5 csomópontot is kialakítanak. A fejlesztés nemzetgazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű. 2017-ben egy megállapodás született a két város között, polgármesterek voltak ott és képviselők, és ténylegesen ez a lobby erő juttatott el most már odáig, hogy a tervezési szakaszba érkezett az útfejlesztés, úgyhogy hamarosan meg lesz az is, hogy el tud indulni maga az építkezés. Ez kulturális, gazdasági, turisztikai, sportfejlesztéseket mind-mind eredményez, hiszen nagyon fontos az, hogy mindenhez az útfejlesztés szükséges. Folytatódik az 5 milliárdos kormányzati támogatásból megkezdett útfelújítás. Eddig 18 utca kapott aszfaltos burkolatot, az útfejlesztési program következő ütemeiben pedig további 27 utcában kezdődhet meg az építkezés. Ezek közül a Megyfa, Gömb, valamint a Sátor utcákban hamarosan indulnak a munkálatok. Nyíregyháza közigazgatási területe olyan, hogy a bokortanyák ide tartoznak, Nyíregyháza nyugati részén, és ez azt jelenti, hogy már korábban elkezdődött a nagyobb bokortanyai utak aszfaltozása, amely a közúthoz tartozik, így Rókabokor, itt több bokor becsatlakozhat, Antalbokor, Zomboribokor, Vargabokor, és ez még folytatódni is fog, de nagyon lényeges, hogy a kisebb utcák aszfaltozására is lehetőség van, hiszen Nyíregyháza nehéz történelmi örökséggel küzd, hiszen a bokortanyákon nagyon sok földút található, még mindig több kilométer, több tíz, sőt több száz kilométer. Ezt most sikerült egy 5 milliárdos útfejlesztési programmal csökkenteni, ahol Nyírszőlősön, a kertvárosi részen, a 36-os, 38-as út közötti részen új utcákat is sikerült kialakítani, régieket aszfaltozni, és ez azt jelenti, hogy a külterületen élők érzik azt, hogy a város törődik velük, és az ő életminőségük is javulhat. Több nagyforgalmú út is megújul Nyíregyházán. A Szent István, a Szarvas és a Széchenyi utcák fejlesztésével mintegy 1100 méter hosszan újul meg az útburkolat, és 1400 méternyi bel- és csapadékvízvédelmi létesítményt helyeznek el. Járdaszakaszok és zöld felületek is megújulnak, várhatóan idén, októberig.
Új képzési formával bővül szeptembertől Nyíregyháza oktatási palettája. A következő tanévben a megyeszékhelyen is elindul a Matthias Corvinus Kollégium tehetséggondozó programja, amely mintegy 100 általános és középiskolás diák számára nyújt új tanulási lehetőségeket. Az ingyenes szakmai képzések mellett az intézmény közösségi programoknak is otthont ad majd. Nyíregyházán ebben a Kálvin tér 4 szám alatt található patinás épületben kezdődhet el szeptembertől a Matthias Corvinus Kollégium tehetséggondozó képzése. Orbán Balázs, az MCC kuratórium elnöke elmondta, a megvásárlást követően az épület korábbi funkcióit részben fenntartják, részben átalakítják. Az MCC egy 25 éve létező tehetséggondozó intézmény, 10 éves kortól az egyetem végéig, sőt azon túl is nyújt ingyenes képzéseket a legtehetségesebb magyar fiatalok számára. Az MCC az ott kezdődik, ahol a közoktatás és a felsőoktatás véget ér, tehát nem konkurenciája, hanem kiegészítője vagyunk a közoktatásnak és a felsőoktatásnak. Orbán Balázs elmondta, az MCC-nek jelenleg Magyarországon 14, Kárpát-medence szerte pedig összesen 23 helyszínen érhetők el a képzései, amelyeknek több mint 5000 hallgatója van, de a végső cél 10 000 diák bevonása. Miként a többi városban, úgy Nyíregyházán is a legtehetségesebb, legnagyobb ambícióval rendelkező diákokat szeretnék támogatni, speciális képzésekkel, ösztöndíj lehetőségekkel, valamint külföldi vendégoktatókkal. Kovács Ferenc polgármester hangsúlyozta, Nyíregyházán jelenleg is közel 60 oktatási intézmény van. Az önkormányzat tavaly elnyerte a Tehetségbarát önkormányzat címet, így az MCC számára minden feltétel adott lesz a sikeres működéshez. Szabó Tünde a fiatalok támogatásának fontosságára mutatott rá. Ez az épület, amiben vagyunk, látható, hogy a belvárosban van, egy közösségi teret is fog nyújtani számukra, és nem csak oktatás, hanem tényleg szellemileg is fogjuk tudni őket segíteni ahhoz, hogy a jövőjüket tudják ők is saját maguk irányítani. Vargáné Bosnyák Ildikó, az MCC Nyíregyházi intézményének vezetője beszédében kiemelte. A diákok számára tartott szakmai képzéseken túl a felnőtteket is várják majd különböző vitaestekre, beszélgetésekre, könyvbemutatókra. A felvételivel kapcsolatos legfontosabb információk április közepétől lesznek elérhetők az MCC honlapján. Földút helyett aszfaltozott úton juthatnak el a szomszéd településre a nyírderzsiek. A Nyírderzs és Nyírgyulaj közötti 1,3 kilométeres szakaszt 115 millió forintból építették ki. Ezzel tovább fejlődött a térség úthálózata, és könnyebben, komfortosabban megközelíthető lett az M3-as autópálya. Nyírders egy 650 fős község Nyírbátor és az M3-as autópálya között. A jelentős forgalmú útvonal egy részén közel 4 kilométeren eddig földút volt. A Nyírgyulajhoz tartozó körülbelül 2,5 kilométeres szakaszt egy vidékfejlesztési és egy magyar falu programos pályázatnak köszönhetően sikerült leaszfaltozni. A fennmaradó útszakasz felújítása a nyírderzsi önkormányzat feladata volt. Ez egy 1,3 kilométeres útszakasz, ami durván 115 millió forintba került, és a nyírderzsi lakosoknak, de nem is a nyírderzsi lakosoknak, hanem a környéken élőknek is nagy jelentőségű beruházás, mivel az autópályát könnyebben elérjük, megyeszékhelyet és akár Nyírbátor felé sokkal könnyebb közlekedni. A 4 kilométeres földútból összesen 250 millió forintból lett teljes egészében aszfaltút. A Nyírbátorba közlekedő dolgozók és a mezőgazdasági gépek is biztonságosabban, kényelmesebben haladhatnak ezen túl. Rendkívüli jelentőséggel bír, nem csak Nyírdes, hanem Nyírgyulaj számára is, összeköti a két települést, vidékfejlesztési programból került finanszírozásra. Közel 4 kilométer a két település közti utcakat két különböző forrásból kerül megfinanszírozásra. Mindkét település ugyanazért a célért dolgozva, hogy összekösse, megújítja úthálózatát. Én azt gondolom, hogy jelentősen hozzájárul az itt élők életkörülményeinek javításához, lerövidülnek az utak, és valóban megkönnyíti a közlekedést. A csütörtökön átadott összekötő út nem az egyetlen jelentős fejlesztés volt a településen az elmúlt időszakban. 47 millióból megújítottuk az iskola épületét, ami most művelődési házként szolgál. Tornaszobát alakítottunk ki, az óvodába belvízelvezetőrendszert korszerűsítettünk, megújult mintegy 200 millió forintból a Nyírderzsi bekötőút, és
energetikai fejlesztések történtek, orvosi rendelőt hőszigeteltük, polgármesteri hivatalt, orvosi eszközöket szereztünk be. Simon Miklós hozzátette, a tornaszoba már tető alatt van, az eszközbeszerzés pedig most van folyamatban. Sportlőteret adtak át Encsencsen. A közel 30 millió forintos beruházás eredményeként a kor színvonalának megfelelő sportközpont készült el, koronglövőpályával, légpuskás és íjászpályával. Találat. A Nyíradonyi Iskola honvédelmi tagozatának kadétjai vívnak az újonnan átadott sportlőtéren Encsencsen. A bemutatót a harmadik Olá Sándor területvédelmi zászló alj tartalékos katonái is figyelemmel kísérték. Az egykori gyümölcsös helyén civil kezdeményezésre olyan lőteret adtak át, amely méltó a település sporthagyományaihoz, hiszen nem csak megyei és országos, de Európa és világbajnoki serlegek is vannak az encsencsi vitrínben. A településünkön valamikor rendkívül népszerű volt a lövéssport, így, hogy úgy mondjam, egy kicsit sok család lövészvénával van megáldva, és ezek jó eredményekkel is jelentkeztek az elmúlt években. Itt a vadásztársaságokban sok helyi gazda sportol, szórakozik, rendszeresen használják a fegyvert, van a fegyvernek, a fegyverhasználatnak egy kialakult kultúrája, és itt mi szeretnénk egy teret adni ennek egy lehetőséget adni, hogy kulturált körülmények között megfelelő gyakorlást követően itt mindenki kedvére szórakozhasson. A polgármester elmondta, pályázaton nyert közel 20 millió forintos támogatás képezte a beruházás alapjait, de jelentős segítséget kaptak egy sportalapítványtól is. Emellett a Magyar Falu program keretében elnyert mintegy 6 millió forint adott lehetőséget arra, hogy a lőtér területe a helyi vadász-íjász egyesület tulajdonába kerülhessen. Az átadó ünnepségen Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke kiemelte, a sportszövetség hosszú távú célja, hogy először minden megyének, majd pedig minden járási székhelynek legyen saját honvédelmi sportközpontja. Szép munka, a kivitelezés is szép és rendben van, én bízom benne, hogy ez is hozzájárul ahhoz a fontos kormányzati programhoz, amely azt a célt fogalmazta meg, hogy a fiataljaink lehetőség szerint részt vegyenek önkéntes alapon természetesen olyan honvédelmi sportok űzésében, gyakorlásában, amely az ország védelmi képességét is erősíti. Itt elsősorban a sportlövészet, küzdősportok, technikai sportoknak a gyakorlása. Ebből a célból hoztuk létre a Honvédelmi Sportszövetséget, ez köztestület, tehát nem egyesület, ez egy köztestület. És valóban 424 tagunk van jelen pillanatban, tag szervezetünk van, ami több mint 100 000 embert jelent, és hogyha az Encsencsi Egyesület jelentkezik, akkor föl fogjuk őket venni természetesen, és akkor ők leszek a 425-ek. Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke, a honvédelmi nevelés fontosságára hívta fel a figyelmet. Simon Miklós, országgyűlési képviselő pedig a civil összefogás jó példájának nevezte a megvalósult beruházást. Ha többen közös álmokat dédelgetnek, összefognak, és segítséget kapnak, akkor azt meg tudják valósítani, és egy olyan mintaszerű kezdeményezés valósult meg ezáltal itt Encsencsen, a polgármester úr katalizálásával, vagy vezetésével inkább így fogalmaznék, ami mintaértékű a térségben, a megyében, de szerintem az országban is. Szedlár János polgármester, aki íjász világbajnok is, a jövőbeli tervekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, a területen körülbelül 15 hektáron alakítanak ki sportolási lehetőséget, így hamarosan koronglövőpálya, kis és nagy kaliberű puskáspálya is várja majd a civil sportlövészeket, valamint a helyi vadásztársaságokat. Emellett egy 20 célos, háromdimenziós íjász, valamint egy légpuskás pályát is ki fognak alakítani. Búvó Patak néven folytatják a sztrájkot a pedagógusok. A március 16-án megkezdett határozatlan idejű sztrájk célja, hogy a kormány tárgyalóasztalhoz üljön a pedagógusok szakszervezeteivel. Fülöp Attila, a pedagógusok szakszervezetének Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke elmondta, a megyében naponta megközelítőleg 250 pedagógus élt a sztrájk jogával, de ez a szám folyamatosan csökken. Ezért a szakszervezetek most már koordinált módon egy online térkép segítségével folytatják
folytatják a sztrájkot. A megyei elnök abban bízik, hogy az érettségi időszak kezdetéig sikerül megegyezniük a feleknek. Reméljük, hogy hamarosan megoldódik ez a fajta probléma. Hát ugye az érettségi ideje azért még ugye május eleje jócskán odév van. Tehát innentől én azt gondolom, hogy maguk a kollégák ugye véleményt formáltak, nyilvánítottak, tudjuk, hogy vannak problémák az oktatásban, ezt ugye a kormányzati oldal is elismerte. Nagyon bízom benne, hogy a rövidesen ugye a választások után felálló új kormánnyal érdemben gyakorlatilag a szakszervezetek le fognak tudni úgy ülni, tárgyalni, hogy kapunk egy megnyugtató választ, és az érettségi idejére ugye nem kell lesz már továbbra is ezt fönntartani. A felelős víz használat, a felszín alatti vizek fontossága, többek között ez volt a témája a Nyírségvíz ZRT idei vízvilágnapja alkalmából szervezett vetélkedőjének. A döntőben 5 szabolcs-szatmár-bereki általános iskola vett részt. Az eseményről készült összefoglalót a Kölcsei Televízió hamarosan műsorra tűzi. Nem csak a kvíznél. Az ügyességi feladatoknál is fontos a gyorsaság. 5 megyei általános iskolából érkeztek csapatok a nyírségvíz versenyének döntőjére. A játékos vetélkedőt a vízvilágnapja alkalmából szervezte a vízi közműszolgáltató. A korábbi években, amikor ilyen vetélkedőket tartottunk, jellemzően Nyíregyházáról, nyíregyházi csapatokkal, nyíregyházi iskolákkal dolgoztunk, de ennek a szemléletformáló kehopos projektnek ez része volt, hogy kilépjünk Nyíregyházán kívülre, hiszen a megyében mi 91 településen szolgáltatunk ivóvizet, és 75 településen vezetünk el szennyvizet. Tehát ezt írtuk a pályázati anyagunkban kifejezetten, hogy csillagszerűen Nyíregyházától Mátészalka, Kisvárda, Ébrány és Nyírbátor irányában is elindulunk, és onnan is megkérjük a csapatokat. Nagyon nagy partnerek voltak ebben az iskolák, és nagyon nagy köszönet illeti az igazgatókat és a felkészítő tanárokat is ezért, hiszen láthattátok, hogy mennyi mindent pluszban tanultak velük a megadott irodalom alapján. A vetélkedőre előre elkészített feladatokkal is készültek a csapatok. A plakátok és a rövid előadások az idei év központi témájáról, a felszín alatti vizekről szóltak. Ezeket is a szakemberekből álló zsűri értékelte. A plakátokkal kapcsolatosan nagyon érdekes volt számomra, hogy komplex gondolkodása van a gyerekeknek. Tehát nem csak az, hogy ismertetik a vizeknek a típusait, hanem megjelennek azok a hasznosítási módok, felhasználási módok, és illetve az ezekkel kapcsolatos problémák, a szennyezés, a túlhasználat, a készletcsökkenés is. A PPT-k nagyon szemléletesek voltak, a gyerekek nagyon szépen előadták, látszik az a tárgyi tudás, ami mögötte van, és ezt szemléletesen is el tudták mondani példákkal, például a cseppkőbarlang, a gyógyvizekkel kapcsolatos dolgok, ezek mind-mind nagyon színesek, és látszott, hogy a gyerekek is nagyon motiváltak voltak. A döntőn 4 fős csapatok vettek részt, olyan 5. és 6. osztályos diákok, akik az iskolájukban lezajlott házi tanulmányi versenyen kiválóan teljesítettek. A gyerekek Nyírbátorból, Mátészalkáról, Kisvárdáról, Nyíregyházáról és Ibrányból érkeztek. Úgy gondolom, nagyon jó volt, kedvenc feladatnak mindegyiket szerettem, és mindenki nyertes, tanultunk, és tudásban gazdagabbak lettünk. A nyíregyházi döntőről a Kölcsei Televízió felvételt készített. A vetélkedőről készült összefoglalót hamarosan láthatják a nézők. Újabb szabadtéri kosárlabda pályát adtak át Nyíregyházán. A Józsavárosban kialakított létesítmény a Sallai József kosárlabda liget nevet viseli. A gyerekek már az ünnepélyes átadás előtt birtokba vették a pályát, amelynek műanyag borítása kíméri az ízületeket. A bruttó 11 millió forintból elkészült létesítmény a 2 évvel ezelőtt elhunyt Sallai József nevét viseli. A legendás testnevelő tanár és kosárlabda edző kezei közül 16 élvonalig eljutó játékos került ki, és 8 kosaras húzhatta magára az utánpótlás válogatott mezét. A liget a 220 fiatalt foglalkoztató Nyíregyházi Kosárlabda Klub TAU sportfejlesztési programjának részeként jött létre. Magyarország kormánya által indított TAU sportfejlesztési program keretében vásároltuk meg a pálya borítását, ami 1,2 centi vastag préselt gumira, puzzle alakokra vágva, és a 2 szabadtéri és csapabíró ütköző falla a műanyagpalánka és ugógyűrűvel rendelkező palánkot. A forrás az ez volt, a területet Nyíregyháza megyei város önkormányzata biztosította, illetve készítette elő nekünk, és így született meg ez a mai végeredmény, a Sallai József kosárlabda, ami nagyon nagy örömünkre szolgál, és egyben emléket is áll is Sallai tanár úrnak.
A pálya a tömegsport kiszolgálása mellett alkalmas testnevelési órák megtartására, valamint 3x3-as és streetball tornák rendezésére. A világ egyik legnépszerűbb sportágáról beszélünk itt Nyíregyházán, és nagyon sokan űzik ezt a sportágat. Ezzel is lehetőséget kínálunk nekik, hogy választhatják ezt a sportágat. És nagyon fontos, hogy minden gyermeknek lehetőséget kínáljunk arra, hogy bármelyik sportágba bekapcsolódhassanak, és ezáltal ugye egyre eredményesebbek leszünk utánpótlás nevelésben és az élsportban is. Ugye a szabadidő sport az azzal, hogy itt bárki bármit használhat, egyébként egy ligetről van szó, ahol szabadtéri kondipark is van, futókör is van, amellyel tényleg azt tudjuk elérni, hogy egészségre nevelés is óriási erővel fog fejlődni, és az itt élők fogalmazták meg azt az igényüket, hogy szeretnék, hogy sportlétesítmény legyen itt. Ehhez csatlakozott a Nyíregyházi Kosárlabda Klub és a Magyar Szövetség is, és támogatásáról biztosította a TAOS beruházások kapcsán. A megyeszékhely polgármestere kiemelte, hogy több szempontból is fontos a város sportlétesítményfejlesztési koncepciójába illeszkedő létesítmény átadása. Egyrészt egy újabb szabadtéri kosárpálya, ami mindenki számára elérhető, másrészt a nyíregyházi kosárlabdélet legendás edzőjének, Salai József tanár úrnak is emléket tudunk itt állítani. Ez a kettő együtt, mind a kettő nagyon fontos, és fontos a helyszín is. Ugye itt vagyunk a tömbelsőben, amit évek óta fejlesztünk. Sok minden elkészült már, a népsétány, a játszótér, a szabadtéri kondipar. Most itt van ez a nagyon szép kosárlabdapálya, hozzák a tegbalasztalt, amit télére bevittünk, és hétfőn kezdődik a járdák teljes körű felújítása. Ezzel tulajdonképpen ez a teljes körű parkfelújítás be is fejeződik. Az átadó után azonnal lejátszották az első meccset az új pályán, a Nyíregyházi Kosárlabda Klub U12-es csapatai bemutató mérkőzésen adtak ízelítő tudásukból. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Intermodális csomópont építése, a 4-es számú főút Debrecen-Nyíregyháza közti szakaszának felújítása, földutak aszfaltozása, nagyforgalmú utak rekonstrukciója. Jelentős közlekedésfejlesztési beruházások kezdődnek és folytatódnak Nyíregyházán. A komplex beruházások nem csak a megyeszékhely, hanem a nemzetgazdaság szempontjából is kiemelt jelentőségűek. Új képzési formával bővül szeptembertől Nyíregyháza oktatási palettája. A következő tanévben a megyeszékhelyen is elindul a Matthias Corvinus Kollégium tehetséggondozó programja, amely mintegy 100 általános és középiskolás diák számára nyújt új tanulási lehetőségeket. Az ingyenes szakmai képzések mellett az intézmény közösségi programoknak is otthont ad majd. Földút helyett aszfaltozott úton juthatnak el a szomszéd településre a nyírderzsiek. A Nyírderzs és Nyírgyulaj közötti 1,3 kilométeres szakaszt 115 millió forintból építették ki. Ezzel továbbfejlődött a térség úthálózata, és könnyebben, komfortosabban megközelíthető lett az M3-as autópálya. Március 31-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken felhős marad az idő, többfelé várható eső. A déli óráktól délnyugat felől szűnni kezd a csapadék, este inkább már csak az északkeleti megyékben eshet, ott számíthatunk a legtöbb csapadékra. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 17 fok között alakul.